Oromhegyes az idén kétnapos rendezvény sorozattal ünnepelte a falu napját. Szombaton az 5. pásztornapok keretében birkapörkölt főzőversenyre és sporttalálkozókra került sor. Igyekeztünk a lehető legszerényebb körülmények között megünnepelni ezt a falu napot, pontosan azért, mert a tavalyi évben, mondjam úgy, költekeztünk a jubileumok miatt. Megpróbáltunk a lehető legkevesebb költséggel létrehozni egy olyan rendezvényt, ami megmozgatja nem csak a falunkat, hanem környékünket is. Kínáltuk mindjárt sportmérkőzéseket, ugyanis az egyik testvértelepülésünkről, Kisszárásról eljöttek a veterán hölgyek, másik testvértelepülésünkről, Zalaszentgyörgyről pedig a veterán fiú. A kiszállási lányok a falu lányaival játszottak kézlabdát, és meglepetésre, ezt mi sem gondoltuk volna, Oromhegyes végre győzött. Hát úgy hallottam, hogy legutoljára nagyon kikapott ott. Nagyon-nagyon. Igaz, hogy akkor kezdtek edzeni, de most már úgy néz ki, hogy végre halad valamerre az idősek. A fiúk minden, még most is játszanak, ott az eredményeket nem tudom. Az, ami biztos, hogy a faluból 3 csapat van, emellett az Zalaszentgyörgyiek egy kis kiegészítéssel, mert sajnos csak 5-en tudtak eljönni, kénytelenek így játékost kérni kölcsön, így játszanak, és nem is az eredmény a lényeg. A lényeg az, hogy ismét találkozzanak, és ismét barátkozzanak, ahogy eddig már számtalanszor csináltuk, hol itt, hol Zalaszentgyörgyben. A főzőversenyben 3 helybeli és 1-1 újvidéki, illetve kisszállási csapat nevezett be. Meglepő, hogy ilyen kevesen jelentkeztek, de én érzem, hogy ez a kevés is nagyon jó birkapaprikás fog főzni. A kisszállásiak tavaly előtt megnyerték az Oromhegyesi főzőversenyt. Főszakácsuk elismert mesterszakács magyarországi szinten is. A birkapörköltet egyedi recept alapján készíti. Hát nincsenek egy titkója, de egy külön... Én kitanultam magamba, és akkor senki nem tudja, hogy én mit szoktam belerakni a pörköltekbe. Ez Papa András féle recept, más is csinál, csak nem ebből a receptje. És milyen sikert ide leszel a saját receptjével? Voltam már országos versenyen, és ott is megnyertem az első helyet. Magyarországi szinten? Igen. Nem akármi, azért Magyarországon ugyebár nagyon sok jó szakács van, és hát a magyar, hogy is mondjam, konyhaművészet az igen magas szintű dicséretre méltó. És hát ha ott valaki első, az nyilván nem bal kézzel kavarja azt, amit jobbal kéne. Így van, igen. Hát Solton volt az a, ezért voltunk 370-en főztünk, ott nyertem meg. Szakmában is, mert hentes a szakmám, meg többféle szakmám is van. És tényleg minden nap disznókat darabolom, meg ilyen komos marhákat, ballagásokra, pünkösre, birkát, mindent. A szekma úgy értem, hogy iparos vállalkozó? Önkormányzatnál dolgozom mindenes. Na, és akkor, tehát azért akkor a vágást azt azért csak úgy saját, hogy is mondjam, szervezésben csinálja. Így van, hát hobbi is. Hobbi. És hát megjegyezte itt valaki, még a beszélgetés előtt jóval, hogy hát szakács az rendben van, de hát a pocak hiányzik hozzá. Hát azt mondják, hogy a szakácsok általában inkább kövérek. A napi sok munka, 15-6 óra. Annyit kell dolgozni az önkormányzatnál? Van mindig sok maszek munka, minden, és az ember kondiba tartsa magát. Hajtani kell a megélhetésért. Meg úgy csinálom, hogy nem eszek sose annyit, hogy jól lakjak. Én abba hagyom, tudom, hogy bírnak önni, de abba hagyom mindig, hogy nem eszek tovább. Hát remélem, hogy ennek nincsenek egészségügyi okai vagy egyéb, hanem inkább csak egy önkritika vagy egy ön megtartóztatás, hogy ne legyen ebből probléma aztán. Igen, nincs semmi bajom, betegség vagyok. Én így szoktam meg, és így a jó nekem. Én nem szoktam kóstolni sose. Biztos magában? Biztos, igen, így van. Ennyi év után már. Mindig ugyanaz a végeredmény? Ugyanaz a végeredmény. Én úgy szeretem, hogy én válogatom ki a húst, hogy mit főzöm az ember, miből. Na de hát most például kapták a húst, ugye, hát ilyenkor mit tud csinálni? Ilyenkor adott az hús. Meg vagy levág az ember egy országot, hogy melyik részében van a legjobb hús. A tavalyi falunap óta eltelt egy esztendő eseményeire a délutáni órákban alkalmi művelődési műsor keretében emlékeztek. Ez a megemlékezés tartalmazza azt is, hogy a két falunap között született gyermekeket is megajándékozzuk.
szerencsénkre kicsit több gyerek van most, mint tavaly. Tavaly csak 10 volt, most 13. 13 gyereknek tudunk szerényen ajándékot adni. A hagyományoknak megfelelően az újszülöttek mellett a legidősebb falubeliek, így a 99 esztendős újhelyi Ilonka néni, a 90. életévében járó Dávid Palibácsi és a 60 éve boldog házasságban élő Kávai Ede és Mária is ajándékot kaptak. A falunapi rendezvényekből jutott másnapra is. Maradt csak az ünnepi szentmise, amely ünnepi szentmisében mi hálát szeretnénk adni, nem csak azért, hogy itt vagyunk, hogy ilyen eredményesen eltelt az egy évünk, hanem azért is, mert 25 évvel ezelőtt érkezett a falunkba Dobó Tibor, főtisztelendő úr, tehát ő is megérdemel egy szerény kis ajándékot. Majd a szentmise keretében és később a temetőben is megemlékezünk a két falunak között elhunytakról. Mind a mai napig ez sokkal nagyobb szám, mint a születettek száma, 24-en távoztak az élők sorából. Külön falunapi elismerésre ezúttal nem érkezett javaslat a polgároktól. Nem is haragszok érte, ugyanis sokkal nagyobb, sokkal fontosabb teendőink vannak, amit a falupolgári látnak. Látják például azt, hogy az utcában elkészül napok kérdés és elkészül a járda. Látják azt is, hogy pár nap múlva kezdik a tanyavilág, a fölművelő út menti tanyavilág vízellátásának a biztosítását, az is meg lesz oldva. Látják azt is, hogy már készül például a három legkisebb utcának az aszfaltozási terve. Emellett nem sokára kezdik aszfaltozni a fölmaradt részét a Bajzák Mihály utcának, amit van nem messze falutól. Tehát mi a terveinket szeretnénk teljesen megvalósítani, és hála Istennek, hogy a polgárok mellénk álltak is, hogy tudjuk adani. Így kerülhet sor például arra is, hogy még a nyár folyamán fel fogjuk újítani a halottas házunkat, azt a halottas házat, ami most már több mint 30 éve készült el, és sajnos az akkori időnek megfelelően lett építve. Noha a helyi tűzoltók egy héttel korábban, Szent Flórián napján ünnepelték egyesületik fennállásának 100. évfordulóját, egy kiállítás erejéig ők is bekapcsolódtak a falunapi programokba. A faluházban az érdeklődők megtekinthették a gyerekek jubileumra meghirdetett rajzpályázatának legszebb munkáit, a tűzoltó otthonban pedig az egy évszázad alatt összegyűlt trófeákat, a tűzoltók korabeli és mai felszerelését láthatták. Gordos Péter, az egyesület elnöke elmondta, hogy 75 tűzoltójukból mintegy 30 felnőtt áll rendelkezésükre a bevetéseken, amire szerencsére ritkán van szükség. Vasárnap már a kora reggeli órákban érkezni kezdtek a traktorok a 6. traktorfesztiválra, olyannyira, hogy 8 órára már kezdett szűknek bizonyulni a házigazda Atlantis Garden Club, Vajdaság legnagyobb szabadtéri diszkójának a területe. Csak az entai gazdakör mintegy 30 traktorral érkezett. A felvonulásra csak nem negyed órán át vonultak ki az udvarból, majd körbejárták a falu utcáit. Felemelő látvány nyújtott a vezőgépek kígyózó, végelláthatatlan sora. Borsos Márk hajtotta az egyik traktort, és hát megtette nekünk azt a szívességet, hogy az operatőrünket is körbevitte a faluban. Márk, egyedül jöttél erre ezzel a traktorral a Dorjánról? Igen, én egyedül jöttem ezzel a traktorral. Apukám és a testvérem jöttek egy ugyanilyen másik traktorral, és igen, én jöttem el. Hány éves vagy? 13. 13 évesen szabad ezt már hajtani, vagy ez most kivételes alkalom? Hát ez igen, ilyen kivételes alkalom. Szoktam otthon is segíteni a munkálatokban ebben a traktorral. Szoktam otthon is hajtani, így apukám megengedte, hogy hajtsam magam. Hát a
félreértés ne essék, én nem is mondtam kétségbe, hogy ezt tudod hajtani, csak hát ugye vannak bizonyos előírások, amit ha esetleg a tányírsapkások ne talán nem jó néven veszik, akkor még meg is állíthatnak, de hát gondolom ilyenkor nem bántanak benneteket. Milyen ez a Class traktor, mennyire könnyű vagy nehéz ezt hajtani? Azt hiszem ez elég modern ahhoz, hogy nem olyan nagy erőfeszítésbe telik el kormányozni, hajtani, dolgozni vele. Hát elég könnyű hajtani, csak akit érdekel, az el tudja hajtani, mert megmutassák neki, és az másodszor, amikor már maga megy, az tudja hajtani, szóval nem nagy erőfeszítés kell a hajtáshoz. Minden van benne, úgy olyan felszerelés mondjuk, amit össze lehetne hasonlítani mondjuk egy autóval. Hát én pontosan nem tudom, hogy mi minden lehet ugyanaz az autóban és a traktorban, ezt biztos, hogy egy szakember meg tudná mondani. Szervó kormánya van, természetesen könnyű kormányozni. Az ülések sem olyanok már, mint régen, hogy a kormányba kellett kapaszkodni, az ember ki ne essen a kabinból, hanem kényelmesek akár csak egy személykocsiban ülnél. Hát igen, ugyanolyan akár csak egy személykocsiban, nagyon kényelmesek. Mit szoktál vele csinálni, mikor mondod, hogy otthon segítesz? Mit szoktál segíteni a traktorral? Hát legfőképpen munkálom a földeket, amikor nincs elég munkás, aki elmunkálja a földeket, és ilyenkor segítek, én ugrok be helyettük. Érdekel ez téged annyira, hogy esetleg későbbiekben majd valami ilyesmivel foglalkozz? Már nem azzal gondoltam, hogy traktorista legyél, hanem egyáltalán a mezőgazdaságban maradj. Hát igen, nagyon érdekelnek a traktorok, és nagyon szeretem ezt a mezőgazdasági munkákat csinálni, szóval szeretnék ugyanolyan úton haladni, mint apukám. És a fesztiválra, a traktorfesztiválra most először jöttél így önállóan el? Tavaly a testvérem hajtotta a traktort, így nem én jöttem vele, de én itt voltam már az utóbbi 3 évben mind fesztiválon, az összes traktorfesztiválon. És hogy tetszik? Hát nagyon tetszik a fesztivál, nagyon érdekes versenyek vannak megszervezve, és sok más is. Valami versenyben esetleg részt vehetsz-e, vagy veszel-e? Nem, úgy döntöttem, hogy nem veszek részt semmilyen versenyben, azért, mert van más programom. Egy gyönyörű szép nagy John Deere-ben két attraktív fiatal hölgy ült a felvonulás alatt. Hát honnan jöttetek? Paramhegyesről. Milyen műveletet igényel ezt a traktort hajtani? Nehéz ezt egy fiatal hölgynek hajtani? Nem nehéz. Nagyon könnyű. Nem olyan régi váltós, hanem már olyan új fajta, és nagyon könnyű hajtani. Gyakorlatilag nem sok különbség van, csak a méreteiben, mint a személykocsit hajtaná. Igen. Hogy ez a tiétek, gondolom a család, és úgy döntöttél, hogy majd eljössz vele? Hát igen. Minden évben meg szokunk jelenni a traktoros fesztiválon. Már most vagyunk 5-ötszörre, és nekem nagyon tetszik. Akkor föltételezem, hogy csak az elsőn nem voltál. Igen, az elsőn nem voltunk. Vagy akkor még nem is volt meg a traktor? Ez a traktor, ez tavaly volt először ezen a fesztiválon. De minden többi traktoros fesztiválon mindig megjelentünk másik traktorokkal. Hajtom máskor is, szoktunk, sokat dolgozunk vele, és akkor is segítek ilyen kocsit húzni, meg ilyenek. Hát gyakorlatilag a családi munkában a mezőgazdasági munkákat segítesz elvégezni vele. Igen. És milyen munkák azok, gondolom, mit csináltok, mivel foglalkozik a család? Hát fölműveléssel foglalkozunk jóformán, így másoknak dolgozunk. Ilyen munkálás, szántás, ültetés, vetés, ilyenek. És egyébként a magánéletben mit csinálsz? Középiskolába járok, kertészetre, Magyar Kanizsára. Ezért is kérdeztem, mert azért, hogyha van iskola, akkor azért kicsit az ugye behatárolja, hogy mikor van időd, mikor nincs besegíteni, ugye tanulni is kellene, meg az iskolába is el kell járni. Igen. Na, hát gondolom azért örülnek neki, mikor legalább szabad időd van, és akkor besegítesz, mert csak könnyebben megy a munka. Hát igen. És valamilyen versenyben esetleg részt veszel-e majd ezen a traktorfesztiválon, vagy ennyiből állt, hogy eljöttél és felvonultál vele? Hát részt fogok venni köttetésben, meg súlyhúzásban. Korábban is részt vettél? Még nem. De most lesz az első tűzkeresség. Gondolom tegnap előtt még itt bulisztál, most meg traktorfesztiválozol. Pontosan. Tegnap meg takarítottam.
Vajda Zsolt egy nem akármilyen traktorral vonult itt a fölvonuláson végig, és nem akár kivel, hiszen itt van Zalán is, a kisfia, aki gyakorlatilag a felvonuláson egy traktoron két traktorral mentek, hiszen a rakodó karon felerősítették a gyermeknek a kis játék traktorát is. Milyen ötlet volt ez? Hogy jutott eszetekbe egyáltalán? Hát, hogyha ő hajtotta volna, akkor nagyon lassú lett volna, úgyhogy így együtt a kettő jobban halad. Ezek szerint a gyereket nagyon is érdekli a traktor és az ilyen mechanizáció. Gondolom előbb-utóbb majd ott is meg kikötő majd a nagy kabin van a volán mellett. Persze, persze, rendszeresen szereti a traktort. Van is neki többen, mint nekem. Három ilyen kéze vagy lába hajtott járműve van neki, úgyhogy... Gondolom, hogy élvezte is a dolgot a gyerek. Mióta vesztek részt a fesztiválon, rendszeres vendégei vagytok? Mindegy, rendszeres, mindegyik. Mindegyik így voltunk még eddig. Versenyek is érdekelnek benneteket? Hát abban azért visszahúzódunk. Inkább nem? Nem. A veszély, hogy akár baja is lesz a traktornak, mert azért vannak ám itt olyan feladatok, hogy embert is, gépet próbálunk. Hát vannak, de mondjuk rá lehetne egy esetleg komolyabb géppel, abban már merészkednénk. Korábban sem vettetek részt ilyen versenyeken? Nem. Elég a felvonulás és egy jó kis szórakozás a nap folyamán. Így van. Itt aztán megnézzük, hogy mit produkálnak az úri emberek. Majd a családban mindennapos a traktorokkal való munka? Igen, azt mondom, hogy minden nap. Művelléssel foglalkoztok? Igen, fölművelés. Nyilván valami, amitől a gyerekre ragadjon ez a traktor iránti szeretet, úgyhogy előbb-utóbb majd ő is átveszi a kormányrudat. Valószínű, igen. Szépen most megpróbáljuk még Zalánt is megkérdezni. Zalán, neked hogy tetszik ez a fesztivál? Szép. Tetszik? Szép volt? Igen. Jó ez a felvonulás? Ennyi traktort láttál-e már egyszerre? Igen. Igen? Hol láttál? Tehát tavaly is voltál itt? Igen. És akkor mit szóltál, mikor apu azt mondta, hogy fölteszi a te kis traktorodat a nagyra? Örültél, hogy elhozzátok? Igen. Hát azt mondja apu, hogy ha te ezzel mentél volna, akkor lassan haladtok, hát igaza volt, hogy így felakasztotta ide, így azért csak gyorsabban mentetek, és a nagy traktorban sokat ültél-e már az igaziban? Igen. Szeretnéd majd egyszer hajtani? Igen. Nem? Igen. Ja igen, azt hittem, már meglepődtem, hogy azt mondod, hogy nem, hát én szerintem te biztos nagyon szeretnéd, hát még egy kicsit nőni kell hozzá, igaz, de aztán majd hajtani fogod. És nyilván nagy munkát igényelt, ennek élő tanulja Teszlis Zorán, aki napok óta vagy akár hetek óta készül itt erre a traktorfesztiválra. Hát hányan jöttek el, honnan jöttek el, mit lehet elmondani a 6. traktorfesztiválról? Igen, csak nagy előkészületeket igényelt a traktoros fesztivál. Igyekeztünk minden igényt kielégíteni, és hál' Istennek, hogy sokkal többen eljöttek, mint ahány emberre számítottunk. Nem csináltattunk elég köszönő levelet, ami azt jelenti, hogy tényleg tömeges volt a résztvevők megjelenése. 130 traktor nevezett idén a fesztiválra. Ekkora létszám még az elmúlt években soha nem volt. És nem csak a traktorosok, hanem a családjaik is itt vannak. Amint látható, rengeteg gyerek van, rengeteg érdeklődő. Reméljük, hogy jó időnk lesz, és szépen le tudjuk bonyolítani a mai napunkat. Pillanatnyilag az időjárással nem dicsekedhetünk, de mindesetre jobb lenne, ha ilyen maradna, mint ettől rosszabb, mert emellett még nagyon vígan le lehet bonyolítani mindent. Gyerekek, említettük őket, sokan vannak, miféle gyerekjátékokkal vártátok itt a legkisebbeket? Igyekeztünk hagyományápolást belevinni a traktoros fesztiválba. Lovaglás van a gyerekeknek élő lovon, van a rodeobikán való lovaglás, tehát kipróbálhatják a mű és az igazi lovaglást is. Van zsákbanugrálás, malacfogás, kecskefogás és zsákbanugrálás, kötélhúzás, minden, ami inkább a természethez és az egyszerű dolgokhoz köthető. Tehát nem nagy eszközigényű játékok, és csak egyszerűen, hogy minél inkább a hagyományápolást is bele tudjuk vinni a játékokba. Szegény kislátja.
egyszerűek, de nyilván nagy érdeklődésre tartanak számot, hiszen érdekes játékok. Ezek mind olyanok, amelyet a gyerekek otthon nem igen játszhatnak és nem is találkozhatnak velük, csak itt a Traktor Fesztiválon. De ha már játékról, versengésről van szó, miben versengenek a traktorok? A traktorok már, mivel 6. traktoros fesztivál vannak, bejáródott versenyeink. A traktorok erejét fölmérjük, súlyhúzás, sártaposás, az idén lesz meglepetés is. Traktor fog autót üldözni, aztán esetleg beletapossa majd a sárban, ha sikerül. A sofőrök erejét is megmérik, tehát hogy mekkora erővel bírnak a sofőrök, súlyhúzás, súlyemelés, kerékgörgetés, valamint a traktoristák, női traktoristák szépét is választanak az idén, és férfi traktoristák szépét is választ majd a zsűri. Az egyenjogúság elve működik a Traktor Fesztiválon is, nem csak női szépségverseny lesz, hanem férfi szépségverseny is. Vendégeket is vár a szervező bizottság, még pedig vendégfellépőket, kik lesznek ők, és milyen érdeklődésre számíthatok? A környékbeli táncklubok lépnek fel először, utána pedig sztárvendégeink is lesznek, 13 órakor Nóter Méri fog föllépni, és 16 órakor pedig Janicsák Veca koncertjét tudják meghallgatni az ide látogatók. Végezetül lássuk, kik voltak a rendezvény hősei, kik is nyertek a fesztivál versenyein. A kisebb kategóriájú traktorok sártaposó versenyét Dudás Imre nyerte, aki a nagyobb kategória súlyhozó versenyén is diadalmaskodott, és ő bizonyult a legerősebb sofőrnek is. Tolatásban Törteli László vitte el a pálmát, a legjobb gyorsuló Törőcsik Árpád lett, a kisebb kategória súlyhúzó versenyén pedig Bozsó Kienő állhatott a dobogó legmagasabb fokára. Eszközkapcsolásban leggyorsabbnak és legügyesebbnek Balázs Csaba bizonyult. A traktorista hölgyek szépségversenyén Zsoldos Orsolya kapta a legtöbb szavazatot, az idén első alkalommal meghirdetett férfi szépségverseny pedig Vajda Noel nyerte meg.